Sziasztok! Ebben a mai videóban arról fogok beszélni, hogy az IKEA-t vagy az Apple-t válasz. Első hallásra nagyon furcsának tűnik ez a kérdés, talán másodikra is, hiszen hogyan lehet összehasonlítani a svéd lakberendezési áruházláncot a MacBook vagy az iMac gyártójával. De a következőkben ezt meg fogjátok érteni, hogy mire gondolok. Az IKEA termék politikájáról annyit kell tudni, nagyon leegyszerűsítve, hogy vannak A, B és C felületek, az A a látható oldalakat jelenti, a C a nem láthatóakat, ez utóbbinak ennek megfelelő a felületkezelése, vagyis semmilyen. Az Apple ezzel szemben azt vallja, hogy még a nem látható részeket is ugyanolyan igényességgel kell kidolgozni, felületkezelni, mint hogyha azt látná a külső szemlélő. Kérdés az a fotográfiában, hogy melyik elvet valljuk magunkénak. Személyes tapasztalatom az, hogy minden fotót, minden fotózás, minden fotósorozatot úgy kell elkészíteni, mintha az életed legfontosabb fotózása lenne. Egy régi fotós ismerősöm annak idején, mikor a saját kiállítását készítettük elő, és valaki észrevett egy hibát közelről, hogy nézte a képet, azt mondta, hogy nézd távolabbról. Egy egyéni kiállításon működik ez a szemlélet, azonban a mai digitális világban, amikor a megrendelő is monitoron láthatja az összes képet és bele tud nagyítani, akkor nagyon kellemetlen tud lenni egy ilyen helyzet. Lechner Ödön, a magyar szecesszió híres építésze mondta annak idején, a postapalota elkészülte után, mikor valaki megkérdezte tőle, hogy miért épít ilyen káprázatos tetődíszeket, hiszen azt lentről a földről úgysem látja senki, ezt felelte, hogy akiknek én tervezek, az Isten és a madarai, ők fentről is kiválóan látják ezeket a díszeket. Az én véleményem az, hogy mindig úgy kell alkotni, mintha minden részletet figyelne a külső szemlélő, akkor nem érhet semmilyen meglepetés, hiszen annyi mindenre oda kell figyelni fotózáskor, illetve a kép kidolgozáskor, hogy ne arra menjen el az energiát, hogy olyan hibákat próbálsz palástolni, amiket esetleg odafigyeléssel elkerülhettél volna. Egyébként, ha kialakul rólad egy ilyen szemlélet, hogy igényesen dolgozol, akkor ez a pozitív megítélésedet fogja javítani, és érdemes ezen változtatni, mindig fejleszteni, hiszen egyetlen egy hiba is nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan vissza tudja vetni a pozitív megítélésedet. Úgyhogy érdemes a fotózásban a Lechner Ödöni gondolkodást figyelembe venned, azaz, hogy fentről a teremtő úgyis látja, amit alkotunk. Én ezzel a mondattal szeretném zárni ezt a mai videót, remélem tetszett nektek, és ha igen, akkor lájkoljátok ezt a videót, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, jó fényt!